A műsort az Országos Rendőrfőkapitányság támogatta. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, rendőrségi körözésekkel, felhívásokkal jelentkezem. Eltűnése miatt körözik Baranyai Témea Márta, 13 éves kecskeméti lakost, a Kecskeméti Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán. A leány október 5-én iskolába indult, de oda nem érkezett meg, életjelet nem adott magáról. A bevezetett intézkedések nem vezettek eredményre. Kérjük, aki tud nevezett tartózkodási helyéről, hívja a Kecskeméti Rendőrkapitányságot. Győrben csalás miatt indítottak nyomozást ismeretlen tettesek ellen, akik egy 77 éves győri nőtől eltulajdonították a bankkártyáját, melyről később pénzrevételt hajtottak végre. Kérjük, aki felismeri a bemutatott személyeket, hívja a győri rendőrkapitányságot. Rablásbüntet gyanúja miatt folytatnak eljárást ismeretlen tettesek ellen a Pest megyei rendőrfőkapitányság rablási osztályán. Az elkövetők négy személy bement egy dunakeszi házba, ahol rendőrségi házkutatás felkiáltással a családtól készpénzt és kábítószert követeltek. Egy 13 éves fejéhez fegyvert vagy annak látszó tárgyat nyomtak. Közben a lakást átkutatták, onnan pár aranyfülbevalót és készpénzt tulajdonítottak el. Kérjük, aki felismeri az egyik elkövetőt, akiről csak grafika készült, hívja a Pest megyei rendőrfőkapitányság rablási alosztályát. A Váci rendőrkapitányság folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen, tulajdon elleni szabálysértés gyanúja miatt. A képen látható két nő egy váci üzletben kozmetikai termékeket és élelmiszereket tett a kosárba, de a pénztárnál csak két paradicsomot fizette ki. Kérjük, aki felismeri a nőket, hívja a Váci rendőrkapitányságot. Eltűnése miatt körözik Arany Istvánné 78 éves hölgyet a Székesfehérvári rendőrkapitányságon. Aranyné lakhelyéről ismeretlen helyre távozott, a bevezetett intézkedések nem vezettek eredménye. Kérjük, aki felismeri és tud tartózkodási helyéről, hívja a Székesfehérvári rendőrkapitányságot. A 16. keletbe eljárást indítottak készpénz helyettesítő eszközzel visszaélés vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen, aki a kerületben egy ellopott bankkártyáról pénzt vettek le. Kérjük, aki felismeri a férfit, hívja a 16. keleti rendőrkapitányságot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, legyenek a segítségünkre, viszontlátásra! A műsort az Országos Rendőrfőkapitányság támogatta.